Megmutatták a művészek, és megmutatták a művészet szerető emberek, hogy minden bajon túl a barátság, a közösség, az összetartozás sokkal erősebb, mint bármi rosszakarók vagy félrevezetőknek a gondolatai. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Nagy István polgármester a kortárs művészeti panoráma kiállítását Moson-Magyaróváron. A Flesch-Károly Kulturális Központ galériája szinte zsúfolásig megtelt emberekkel. Székely Zoltán múzeumigazgató szerint a rendezvény ereje nemzetköziségében rejlik. Sem a magyar oldalon, sem a szlovákiai oldalon nincs olyan átfogó kiállítás, amely ilyen sokszínűen tudná bemutatni a kortárs festészet, képzőművészet, illetve iparművészet állását, helyzetét. A megnyitót követően nívódíjat vehetett át Moson-Magyaróvár polgármestere és Varga György festőművész is. A művészt 2010-ben kérték fel az első rendezvénysorozat megszervezésére. Fő célad volt, hogy színvonalas legyen, minél több ismert művész legyen benne, szlovák és magyar, hát illetve hát a kompúgy arról szól, hogy egy uszor jármű, ugye kiköt Szlovákiába, Magyarországon. A rendezvényt a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanárai színesítették műsorukkal. A tárlaton 10 szlovák és 9 magyar művész alkotásait nézhették meg az érdeklődők. A festmények mellett grafikák, fotográfiák, szobrok és egyedi készítésű ékszerek is szerepeltek a kiállított tárgyak között. A komp kiállításait minden hónapban más helyszínre viszik. Moson-Magyaróváron április 21-ig látogatható a kiállítás.